zöld vonalak jelzik a szólóautóknak az útvonalát, kis kék pontok pedig azt mutatják, hogy éppen merre járnak a megyében az autók. Összesen 26 takarító autó pontos útvonalát követték ma a Magyar Közút diszpécser központjában. Egy másik monitoron pedig az is látszik, milyen volt napközben az utak állapota Sajóbábonyban, Ózdon vagy éppen Répás után. A Miskolchoz közeli utakon ma már nem sok dolguk volt. Az éjszaka folyamán a Magyar Közút 46 takarítógépe dolgozott. Ma napközben arra is volt kapacitásuk, hogy például a széllökésektől jobban sújtott Vas megyének egy hóekét adjanak kölcsön. A következő órákban inkább csak hószálingózást mondanak, 30-50 kilométeres széllel, széllökésekkel. Egyelőre Borsod megye megúszta az igazi hófúvásokat, leginkább az ország nyugati részén, Vas megye környékén van probléma. Reggel óta a járdákat és utakat is folyamatosan takarították a városgazda munkatársai. Az általunk megkérdezett autósok szerint különösebb fennakadás nélkül lehetett közlekedni. Megítélésem szerint itt Miskolc és térségében járhatóak az utak, a szél takarítja, hála jó Istennek, és normális közlekedési lehetőségek vannak. Annyi biztos, hogy mindenkinek óvatosabban kell vezetni a szokásostól. De téli gumi, jól működő ablaktörlő és téli ablakmosó folyadék nélkül sem volt érdemes ma útnak indulni. Kora délután a magasan fekvő Komlós tetőn szibériai viszonyok voltak. Néhány perc alatt több centi hó hullott. A mellékutak takarítását délután tudta megkezdeni a városgazda. A ma reggel kezdődött intenzív hóesés miatt a városgazda folyamatosan dolgozik. Hajnal óta 5 jármű járja a városi fenntartású utakat, estére további 2-vel bővítik majd. A problémát az erős szélfúvás okozza, ezért egy-egy helyszínre többször is visszatérnek a takarítógépek. A hideg időjárás várhatóan csütörtökig kitart, de az előrejelzés szerint már holnaptól sem kúszik napközben -4 fok alá a hőmérő higanyszála. Ez a mostani hideg a meteorológusok szerint nem számít extrémnek. Tavaly ilyen tájt -20 fokot is mértek.